szépen. De magnak. Szia Márti! Mondasz együtt, de én odaadhatom most neked? De mindjárt odaadom. Igen, igen, mert barra nem tudom. Majd kalorázod. Színpadon. Nem tudom, nekem ez több lesz. Nem, most kezdjétek, mert ugye most... Lehet, hogy beléd békás. Jó, jó. Kecsut lettek el, tudod, akkor majd a... Kecsut lettek el. Igen, ne találkozol senki, ha nehezen találom az egyensúlyomat. Illetve te? Csodálkoztunk, mert mégis mondom a föl. Csodálkoztunk, hogy előttünk valami emberek vasútat ötöttek, sineket raktak, és forgalom szerveztek. Sör, korcsolya az előttünk kétszerből ülő nyakán csattan. Kétszerből ül, mert így van beállítva az ülés. Meleg vagy, mondhatnánk. A metró jó, mert ott félre lehet ugrani a sugár elől, de túl sokan látnak. A villamosnál ugyanez van, na de a hév. Kis boxomnak, ahol én szeretek lenni, bármilyen kiszóságot elkövethetek. Nem is részletezem. Ekkora a bolyagok. Na igen, az ajtó. Vattattuk ki kaput! Itt a pagodákban vagy ilyenekben. Nem kell félni, hogy ninják rontanak be. És jön a seri. Krómozott koltan. Csak lépéseket hallak, de ezek a lépések rutinosak. Ezer közül is megismered. Hátra se kell nézned. Mindezek tetejébe felvíjog a sziréna. Ezt meg akarom várni. Effektezve van hangtechnikus BKV. Köszönjük nekik a közleműködést. Effektezve van. Felvíjog a sziréna. Már késő, se le, se fel. Suhog, ütöldik, betárul. Dobotba zártak minden. Már nem akarok karra, ha egy bort. Inkább elfők a hatalmat. Hallodhatok is. Csak annyit mondok. Helyi érzetek a intellektüvel, alsó, belső, középosztály, polgári család, privát szoba. Csavargót jártunk, szám kivetette, meg boldogtalan. Balaton partkorható móló, vastag motorosó kerékbe törednek, két kamera, kövérgazdát bolond, cigarettát sört vásárolunk, meg kotont. Strand betonból, kőből, ballikus hotdogról ejtünk régi tréfát, szójátékot játszunk, víz alatt, lánggal, virslit kézzel, a konzervet vonaton, meg hát kanállal. Tényleg nagy a féreg? Lehet. Lehet baklárba is, úszómester ajkán, kagylóért merülünk le a fenékre, 6 méter hínát kér a fenék cserébe. Elkéjelünk. A partra az iszap tetovál hatás. Kamu. Megdögönyözzük a párolgó retro szubkultúrát, és fejemtől hal. Az izzadás? Lerúg a mélyel a Dunnát. Tusolunk, megyünk. Hőmérsékletünk, telehasunk verme. Játszottuk a képzelt akcióhősnőt, otthon ülő értelmiségit, műkedvelőt,
bunkó nyaraló. A meleg frontot csapadék kíséri. Most pedig a nagyszerű Simándi Csaba fog következni. Kihajtanak a hóvirágok az én erőmből. A haszontalan hasznosítása a természet. És közben valaki formákat próbál megőrizni, és nagy barom, nem pedig ugyanazt építi és rombolja újra-újra, míg végül eljutunk a századik régi újra-újra. Épp lesz az ilyen, ami idegesítő rendszerességgel tized másodperceként beleszakja a túlvilágba. Egyirányú út, ahová nem érdemes beszélni. Olyan szépek ezek a tőre lábújjak. Rajtuk van az egész. Szagok, hajlatok, illata. Sok apró, erotikus kis élőlény. Ott rajzanak, párosodnak. Meg a legszebb bútorok, amiket az úcskásnál vennél. Gömbé gyúrható, fekete dokni berejtét. És így együtt az egészet nagy talpra tapasztva. Forró, gyöngyöző nyári délután idén, ebben a bodda színű szobában. Igen, szemetek, szemetek ülnek. Végrehajtod a napi parancsot, beburkolod a rosszható narancsot, kapsz helyette pirosat, kéket, kiröhögöd az angyalarcú népet, és ami eloszlik a köd, klasszik búrákat látok, és meghallgatom. Az oxigén adagoló szívdobbanását. Már a mosóztársam a régi. Hallottad? Fékezett a hatán. Nincs más megoldás. Tisztított ő! Na hát, hölgyeim és uraim, kellemes jó estét kívánok mindenkinek. A Forgács Társaság rögtönzött versfelolvasó estje történik itt tulajdonképpen most, és tényleg a szentendrei helyi érdekű vasút jó voltából. Margit híd következik. Halló! Ja, Timo! Kihúzza 191, összememet 187. Lelkedim már lumineszkál. Előhívatsz egy aurafotót. Brava, meggyeretni, mutatni szeretnék, jó? Látod? Nem sikerült. Urak, mutatni szeretnék, nem őt hallgatni. Bocsánat, megkérdezem, meddig utaznak? Kiközem ahhoz, de úgy. Nem akarok én semmi problémát, csak így kíváncsi voltam. Hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, az építő kritikát is szívesen vesszük egyébként. Akkor a Forgács Társaság versfelolvasó estje ebben a kocsiban mára itt véget ér. Úgyhogy igen, megkérdezte tőle a Tibor, hogy meddig utazik, de azt mondta, hogy semmi köze hozzá. Tehát nyilván bizalmas információ, mindenkinek megvan a joga az információ bizalmas kezeléséhez. Rendőrök elől a következő. Átmegyünk a következő.
következő kocsiba kell, akik színpadot biztosítottak nekünk, saját versenyünket fogjuk elmondani, amiket mi írtunk. Például a Nosztalgia Express. Avagy beleragadt a fülembe a hínár, ez mind mit a Balaton kínál.